Az idén 70 éves Bonyhádi képzőművészeti kör tagjainak munkáiból nyílt kiállítás. A tárlatot a Pécsi Civil Közösségek Házában láthatják az érdeklődők. Kovács Ferenc a kör vezetője elmondta, az alkotók közösen választották ki azt a két-két művet mindenkitől, amik végül kikerültek a falakra. Úgy érzem, hogy ez egy nagy megtiszteltetés, hogy ide meghívtak bennünket. Tehát valamilyen híre van a képzőművészeti körnek most is, és volt is régen, hiszen nagyon sok olyan alkotó ember került ki a szakkörből, vagy a körből, képzőművészeti körből, aki olyan területe helyezkedett el, amelyik tulajdonképpen a rajzolásnak, a festésnek a folytatása. Tehát a művészi alkotó munka folytatása. És nagyon sok olyan résztvevő volt, aki művész lett. Nem az feltétlenül a mi dolgunk, hogy művészeket tulajdonképpen támogassunk, hanem inkább azt mondom, hogy azokat kell támogatnunk, akik egy belső indítékok alapján alkotnak, festenek, rajzolnak, netán szobrot készítenek, és ezeket kell segíteni. A művész ember az rendszerint már van olyan képzettsége, hogy önéki nem kell olyan segítség, mert csinyát-binyát ismeri a műalkotás készítésének. Na most itt egy olyan csapat jött össze az utóbbi másfél évtizedbe, kik tulajdonképpen egy olyan önkifejező alkotómunkát akarnak létrehozni, amellyel teljesebbé teszik az életüket. Mindannyiunkban benne van ugye vágy, hogy létrehozni valamit, és netalántán valamit magunkra hagyni. Na most hát a festészet erre nagyon jó, mert azért ez egy olyan alkotó tevékenység, amely azért sok munkát is létrehoz, és azok megmaradnak. Tudom, ismerem magamat, mert olyan nehezen válok meg egy-egy képtől, hogy szinte szívfájdalom. Nos, vannak foglalkozásaink a képzőművészet körnek az egykori iskolám rajztermében. Minden kedden összejön a csapat, különböző összetételű, van nyugdíjas, van olyan, aki minden nap dolgozik, és emellett folytatja az alkotómunkát, és van olyan, aki már tulajdonképpen végzett valamilyen szakmai vonalon, e területen, de van, aki teljesen kezdő. Azért is hangsúlyoztam most a nyitó beszédben, hogy nagyon lényeges az ízlésformálás. Hiszen általában a kezdő alkotók azok a népszerű témákhoz, meg a népszerű kifejezési módokhoz, hát módokkal kezdik a munkájukat. És amit említettem, hogy mindig lényeges számunkra az, hogy legyen az egyéni kifejeződésnek a sokoldalúsága a képeken. Tehát jelenjen meg a személyiség maga. Jelenjen meg, ezért is van az, hogy különböző alkotói, felfogású képeket lehet látni. Nagyon változatos az anyag, hiszen nekem tulajdonképpen egy nagy törekvésem az, hogy mindenki önmagát adja, ne másoljon másokat, hanem egyéniségként jelenjen meg a képein is. Legyen az a különösség, ami tulajdonképpen a művészetet jelenti az embereknek, az a különösséget létrehozni. Nyilván van, aki még realista tanulmányszerű dolgokat készít, de van, aki már elmer karandozni olyan tájak felé, vagy olyan munkák felé, amely már túl a realizmuson. Expresszív, netalántán szürrealisztikus, tehát változatos az anyagunk. Nagyon jó összetartó csapat ez a mostani, és egymást segítik, egymást támogatják, egymás munkáját elismerik.
és ez egy nagyon fontos, az alkotó ember számára az elismerés.